Mint arról korábban beszámoltunk, egy Trianon emlékbizottságot hoztak létre a városban a történelmi esemény 100. évfordulója kapcsán. A bizottság tagjainak az a feladata, hogy olyan kezdeményezéseket hozzanak létre, olyan programokat szervezzenek, amelyek méltó emléket állítanak Trianonnak. Legutóbbi ülésükön döntöttek arról, hogy felállítják a képen is látható emlékezéskútját. Farkasréva Erzsébet polgármester ennek kapcsán még korábban közösségi oldalán kiemelte. Ez a mementó arról is szól, hogy a múltunkat akár fényes, akár sötét nem lehet és nem is szabad elfelejteni. Az emlékművet Kovács Sándor települési képviselő mutatta be a tegnapi testületi ülésen. A főépítész által megalkotott műről volna szó, amelynek a hely kiválasztása is megtörtént a napokban, mégpedig a Petőfi Park megjelölt helyén, ahol mi is részt vettünk, tulajdonképpen a teljes trianoni bizottság. Ez egy körülbelül 6-7 méter magas emlékmű lenne, egy nagyon szép kivitelben, egy nagyon jó környezetben, csak szintén arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az állagának megóvása érdekében jelentős lépéseket kell tegyünk. Ezen kívül a Makói József Attila gimnáziummal közösen Trianon emlékezete Diák Akadémia címmel kétfordulós versenyt fognak kihirdetni hamarosan, amelynek célja a nemzeti összetartozás témakörének társadalmi és kulturális hatásának bemutatása esetleges helyi specifikumok, személyes családtörténetek kiemelésével. A nyilvánosságot kihasználva szeretném buzdítani a makói középiskolásokat, illetve általános iskolásokat is. Úgy tudom, hogy hamarosan ki lesz küldve ez a felhívás, hogy két kategóriában írott pályamunkát, illetve videós anyagot, rövid videós anyagot lehet majd készíteni ebben a megadott négy különböző témakörben. A témaköröket most nem sorolom el, majd az írott anyagból kiderül, de bíztatok minden makói diákot, hogy vegyenek majd részt ezen a diákakadémián, és minél inkább ismerjék meg ennek a békediktátumnak a következményeit, tanuljanak belőle. Mindemellett az is kiderült, a 70-es árvíz 55. évfordulójára is felállítanak egy emlékművet, ez a Szegedi Kölcsei és Iskola utcák kereszteződésénél lévő parkban kap majd helyet.